A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban a közlekedés kerül a középpontba. Megnézzük, hogy mennyire könnyű vagy nehéz eljutni a városban A-ból B-be. Aztán szó lesz a közlekedési kultúráról, végül pedig foglalkozunk a látássérültek gyalogos közlekedésével is. Tartsanak velünk! A következő percekben annak fogunk utána járni, hogy vajon milyen is a székesfehérvári közlekedés, főleg most reggel a csúcs időben, az iskola időben, amikor ugye mindenki megy dolgozni és viszi a gyerekeket a különböző intézményekbe. Azt saját tapasztalatból tudom mondani, hogy hát bizony-bizony meg kell küzdeni néha az emberekkel. Vannak, akik udvariatlanok, vannak, akik türelmetlenek, mindenki siet, az mondjuk természetes, de hogy vajon mennyire könnyű a közlekedés, és mit fogunk tudni levonni az egésznek a végén, azt meglátjuk. Na, induljunk! Egy lakótelepről megyünk most kifele, a cél pedig a Balatoni út megközelítése lesz, ami általában nem szokott könnyű lenni a reggeli órákban. És meglátjuk. És akkor most ide érünk egy iskolához, ahol egyébként elég sokan szoktak megfordulni, és innentől szokott beállni a forgalom a Balatoni útra. Hát én most lehet, hogy kedves leszek. Jó, na, akkor a néni elenged. Köszönjük szépen! Na, hát már is találtunk valakit, aki kedves volt. Most van az, hogy megpróbálunk ide a Balatoni útra ráfordulni. Azt szoktam tapasztalni egyébként, hogy van, hogy percekig nem tudok innen kimenni, és van olyan, hogy megállnak. Jobbról is, balról is megállnak az autók, és kiengednek. Na, most azt hiszem, hogy igen, most kiengedtek. Köszönöm! Ide értünk a Budai útra. Hát most egy kicsit itt is többen vannak, de itt sem olyan vészes egyébként most a forgalom. Néha itt a Budai út és Gáz utca találkozásánál szokott nagyobb lenni még a forgalom, és ott azért szoktam találkozni érdekes jelenségekkel, de lehet, hogy ebben a mai videóban erre is rá tudok cáfolni, mert most egészen jó a forgalom. A városba befele érkező Budai úti részen is sokkal többen szoktak egyébként lenni, úgyhogy most csodálkozom, és tényleg azt tapasztalom, hogy egyáltalán nincs nagy forgalom ma reggel, pedig hétfő van. Nem csak a forgalmat szeretném tesztelni, hanem azt, hogy mi autósok hogyan viselkedünk, de hát eddig azt mondhatom, hogy mindenféle fennakadás nélkül közlekedünk, és mindenki teljesen kultúráltan közlekedik ma reggel. A sportcsarnoknál azért látható egy kisebb fajta kocsisor, tehát itt azért már ez egy forgalmasabb útszakasz itt a reggeli órákban. Most megérkeztünk az iskolába, és akkor most beviszem a gyerkőcöt. Most itt a Sarló utcán megyünk kifele, a gyerkőc leadva, és megyünk a munkahelyre. A Gáz utca Rákóczi út találkozásánál lévő körforgalomba tartunk most. Nézzük, hogy mennyire egyszerű a körforgalomba behajtani, kihajtani. Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy behajtok, és nem engednek tovább menni. Na, és akkor most itt átjutottunk. Miután itt nagyon sokan szoktak lenni ennél a másik körforgalomnál, itt a Szénatéri iskolánál, ezért én itt beszoktam menni a lakótelepre, és így próbálok meg eljutni a Berényi útra. Mert tényleg itt nagyon sok percet kellene vesztegelni. Itt azért vannak néha udvarias emberek, mert most például kienged, köszi, és
milyen rendes és kedvesen mosolygott. Hát ez nagyon, nagyon sima volt. Ez nagyon jó egyébként, hogy ezt a sávot itt a Berényi úton felfestették, mert tényleg alkalmas arra, hogy beengedjék egymást az emberek, be tudjanak könnyen sorolni. És akkor most elmegyünk a Szent Vendel utca irányába. Itt is ugye ki van helyezve egy körforgalom, ami most még átmenetileg van csak. És most itt azért könnyen átjutottunk, néha itt sem olyan könnyű. Reggelente ez a rész itt igazából, hogyha kifele megyünk a városból, akkor teljesen járható szokott lenni. A befele jövő forgalom az mindig nagyobb. Még itt a Móri út, Szent Vendel utca találkozásánál itt nagyon sokan próbálnak átmenni ezen az úton. Nekem azért van szerencsém, mert én ilyenkor balra kanyarodok, és így elsőbségem van. Megérkeztem ide a Szent Vendel utcába, a Fehérvár TV szerkesztőségébe. Körülbelül olyan 20 perc volt a lakástól a munkahelyre elérni, úgyhogy a gyerkőcöt is kiraktam közbe. Szerintem azt a gondolatot, hogy mindenki csúnyán bánik a másikkal, minden autós hőbölök kora reggel vagy a csúcsidőben, azt teljesen megcáfolható. Legalábbis a mai tapasztalat, a mai reggel tapasztalata ezt mutatja. Lehet, hogy ez másik napokon máshogy van, de ma teljesen simán közlekedtünk, mosolygó autóssal találkoztunk, aki mosolyogva engedett be, úgyhogy szerintem a mai reggelem nekem is jobban indul. Itt van velem a stúdióban a Stift 90 autós iskola vezetője, Sáfrán András, köszöntelek. Én is köszöntök mindenkit. Nagyon örülök, hogy tudunk egy kicsit a közlekedéssel kapcsolatban gondolkodni együtt, mert hogy a saját tapasztalatomból kiindulva én azt látom, hogy nagyon sokan türelmetlenek, idegesek vagyunk, beleértve természetesen magamat is, mindig az látszik, hogy kicsit jobban, bátrabban oda merünk szólni a közlekedőknek ugye a kormány mögül, holott azért ennek is kell, hogy legyen egy kultúrája. És hát nagyon jó az, hogy vannak vezetésoktatók, akik ezt tanítják, csak ugye képesek vagyunk egy idő után már a nagy rutinnal elfeledkezni erről. Igen, ez így van, és ez sok minden másban is így van, tehát sokszor halljuk azt, hogy mert Magyarországon rossz az oktatás kultúra, és ez miatt van a nagyon sok baleset. Na most amit mi annak idején, mikor vezetni tanul valaki, elmondunk, elmagyarázunk, nagyon sokszor elmondunk, az sajnos nagyon sokszor már feledésbe merül, és nem tudják, vagy rosszabbik eset nem akarják azokat a tanácsokat megfogadni, amit annak idején mi elmondtunk. Például csak egy nagyon-nagyon egyszerű tanács, ha sietsz valahova, próbálj meg 5 perccel korábban indulni, és akkor már úgy érkezel oda adott szituációkba, hogy semmi gondod, mert oda fogsz érni a célodhoz. Uh-huh. Igen, ezt mondjuk nagyon sokszor lehet látni, például most ez egyik legforgalmasabb út itt a városunkba be és kivezetve, ugye a 81-es. És nagyon sokszor vannak balesetek, ugye, és mindig azt látjuk, hogy hát előznek össze-vissza az emberek, és tényleg az van, hogy miért nem indul el időbe, hogyha akkor egy hosszabb útra megy, akkor tényleg egy fél órával előbb, vagy 20 perccel előbb, de az az életébe is kerülhet akár. Igen, szóval sok esetben nagyon meggondolatlanok vagyunk, nagyon sokszor van az, hogy mi vagyunk az úton, és a többi menjen félre, mert én menni akarok, mert nekem sietnem kell, miért nem érti meg a másik, hogy én sietek, és ezen hergelem magamat, nem úgy megyek bele adott szituációkba, hogy kellene, nem kellően átgondolva, figyelmetlenül kicsit, és tényleg valójában sok baleset van. Igaz, hogy néha, ahogy látom közlekedni az embereket, sokszor azt a kérdést teszem fel, hogy ja, csak ennyi. Mert ha nincs, nem lenne szerencsénk, aki vezérel bennünket, nem úgy vezérelni az életünket, ahogy vezérli,
akkor még több baleset lehetne az utakon, mint ami jelen pillanatban van, de ha nem is több, de sokkal súlyosabb. Hát igen, ugye ez a viselkedés is azért a balesetekkel nagyon gyakran összefügg. Csak egy szám, hogy ugye 10-ből 9 balesetet emberi tényező okoz, ugye ezt lehet tudni. A felelőtlenség, a mulasztás, vezetés technikai hibák. Hát inkább a felelőtlenség és a mulasztás a nagy többsége. A vezetés technikai hibák, azok talán inkább a téli viszonylatban jönnek elő az útnak a nem helyes megválasztása, a sebességgel nem helyes megválasztása az adott útszakaszon, de tény, hogy a baleseteknek a nagy többsége emberi mulasztásokból történik. A közlekedési kultúráról, hogyha beszélünk, mint fogalomról, most olvastam egy ilyet, hogy előzékeny, udvarias, mások érdekeit és a közlekedési szabályokat figyelembe vevő biztonságos vezetési stílus. Ez lenne a meghatározása. Hát előzékenyek vagyunk-e, udvariasak mennyire vagyunk? Én mondjuk a saját példámból tudok megint kiindulni, hogy amennyire lehet, azért, hogy másokkal szemben is ezt picit el tudjam várni, ezért én is azt teszem, hogy ahányszor tudok, tényleg megállok, átengedem a gyalogost nyilván, tehát olyankor is talán, amikor nem feltétlen lenne szükséges. Nem tudom, hogy ez egyébként jó-e például. Alapvetően sok esetben igen, de természetesen itt is körültekintőnek kell lenni, főleg olyan utakon, amikor adott oldalon nem megy, hanem több sáv van, és ha megállok és el akarom engedni a gyalogost, akkor nem biztos, hogy a gyalogos mer menni. Lehet, hogy pont azért nem mer menni, mert a mellettem lévő sávba nem gondolja úgy valaki, hogy ő is elengedi, mint ahogy én gondolnám. Itt a gyalogosokra figyelembe véve, pár évvel ezelőtt a médiában nagyon sok filmet bemutattak, hogy milyen veszélyes egy gyalogátkelő helyen megközelítése, a gyalogosok áthaladása, és érdekességképpen utána elkezdtek az autósok udvariasabbak lenni a gyalogátkelő helyeken a gyalogossal szembe. Tehát ilyen hatása is lehetne a médiának más szituációkban, tehát egy piros lámpánál, vagy egy kereszteződésben elsőbség meg nem adás. Tehát több ilyen propagandafilmet szívesen látnék a médiába, hogy ébresszék az embereket, gondolatukat abba, hogy mi következhet be a helytelen magatartásból. Egyébként így a beszélgetésünket megelőzve, meg hát, hogy egy picit ilyen kis kulisszatitkot áruljak el a nézőknek, ezért is az én saját felháborodásomból gondoltam azt, hogy meg kell mutatni a nézőknek, hogy hogy közlekedünk mi Székesfehérváron, és készült egy olyan videó, amiben hát nem sikerült megmutatni azt, hogy nem vagyunk udvariasak, mert pont hogy az ellenkezője történt, és akkor ugye a beszélgetésünk előtt említetted, hogy hát ez most javuló tendenciát mutat. Igen, én tapasztalatom mindenképpen az, hogy javuló tendencia van. Természetes, ameddig egy balesetben meghal valaki, addig nem vagyunk kellően figyelmesek és udvariasak, az biztos, de mindenképpen pozitív van, látom én. Lehet, hogy más-más tapasztal, de én azt tapasztalom, hogy azért sikerül egymásra hatni, és több az udvarias vezető. Hogy ezt én szívesen venném, vagy szívesen kötöm korosztályhoz, mert azért a régebb volt a vezetőkre vonatkozik ez a megállapításom, hogy ők mondanak le előbb az elsőbségükről, ők udvariasabbak előbb, a fiatalság, bohóság, vehemencia, az azért az autóba is jobban meglátszik. Ez például saját tapasztalat is, amikor annak idején egy fiatal csaj üt mellettem, hát azért az ember úgy, na figyelj, kislány, azért miket tudok az autóba, és ez nem jó. Mert én annak idején ezt megúsztam, tehát nekem soha nem volt balesetem, ami problémát okozott volna. De lehet, hogy van, akinek nem lesz olyan szerencséje, mint nekem volt, mert utólag tudom, hogy ez nem a tudás miatt volt, hanem a szerencse miatt volt, hogy nem volt súlyos baleset belőle. Ha már az udvariasságnál tartunk, én azért nőként sokszor szembesülök azzal, hogy mondjuk lehet, hogy megyek az utcán, és ott jön valaki, aki elenged udvariasan, gyalogosként, vagy egy lépcsőházban mondjuk egy ajtót kinyit előttem és beenged, de az autósoknál ezt nem lehet észrevenni. Én nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy hát egy hölgy jön, és mondjuk lehet, hogy jogosan szeretne bekanyarodni, és akkor se engedi be.
Hát most egy kis poént akarnék belehozni. Ugye nők küzdöttetek az egyenjogúságért, tehát nem biztos, hogy az autóban nem egyenjogú partnerként kezel benneteket az adott férfi vezető, és lehet, hogy ez pont ez miatt van így, de egyértelmű az, hogy fontos lenne az udvariasság. Például egyszer egy hölgyet kérdeztem meg, hogy téged átengednek-e a gyalog átkelő helyen az autósok. Hát azt mondja, a pasik biztos, mert meg akarják nézni a fenekemet. És ettől egy jót nevettünk rajta, de tény, hogy nagyon fontos lenne, főleg olyan szituációkban megszokott egy lámpa, hogy ez működik, és az bizonyos időközönként kikapcsolják. Annál a lámpánál legyünk fokozottabban óvatosak, és hogyha kell, igenis engedjük el a társunkat, mert lehet, hogy azzal megoldunk egy olyan forgalmi szituációt, dugót, ami udvariasságunk nélkül sokkal nehezebben lehetne megoldani. Vannak nagyon kirívó esetek, és ezt is szeretném veled és a nézőkkel megosztani. A közelmúltban volt egy olyan eset, hogy a Várkörúton mentem, és nagyon észrevettem, hogy nagyon rám jött egy autó, és nekiállt dudálni. És hát nyilván a Várkörúton nem tudsz sehova lehúzódni, hogy elengedd. Tehát egyszerűen csak sietett, és valahogy hajtani akarta a forgalmat, de nagyon nagy kocsisor volt, tehát hogy nem értettem, hogy miért rám dudál, hiszen hát úgy haladok, ahogy a többiek. Nem mentem se gyorsabban, se lassabban, és teljesen rám állt az ember, és ahogy mentünk, folyamatosan így kifele kacsingatott, hogy jelezze felém, hogy ő itt van mögöttem, és ő menni akar. És utána volt a körforgalom ott a Várkörúton, onnan mentem a Skála irányába, és onnan olyan szinten, ahogy én kikanyarodtam a Skála irányába, ő próbált beférkőzni mellém, úgyhogy sodort le. És a vége az lett, hogy kénytelen voltam megállni, lehúzódni, és ahogy elment mellettem, lehúzta az ablakot, dudált, és hát oda nem illő szavakkal illetett, de nem értettem az egész szituációt, hogy miért engem kell szívni. Ez nem egyszerű eset. Azért nem, mert vannak az öntörvényi autósok, akik úgy gondolják, hogy nekik mindent lehet, nekik mindent szabad. Autóba, mikor tanuló ült az ember mellett, ott is számtalanszor tapasztaltunk ugyanezt, hasonlót. És nem értjük, főleg az említett helyen, ahol nagyon nagy a gyalogos forgalom, ahol ott az a vétfal középen, ahol nem látni be rendesen a gyalog átkelő helyet, és beszélünk 200 méterről, 300-ról. Most annyi időm nincs, tehát annyira tudok valahova sietni, hogy ezt... És lehetetlen, hogy kikerülje. Igen, mert hát ott nincs lehetőség rá. És akkor még adott esetben még mi lett volna, a busz is megállott a megállóban, mert még a busz se lehet kikerülni, igen, tehát akkor is nyomja a dudát. Tehát ezeket a dolgokat sok esetben nem érti az ember. Tehát ennyire nem szabad valahova sietni, mert ha belegondolok abba, hogy most te az autóddal eltakarhatsz egy gyereket, és a gyerek nem lát tovább, csak a te autódat. És mi van akkor, hogyha látja rajtad, hogy te őt elengeded? A másik meg ez úgy melletted az említett példa alapján, mert ott gyalogátkelő hely is van. Tehát nem értjük az ilyet, nagyon sokszor nem értjük, és nem tudom, hogy igazából ezt hogy lehetne megoldani, mert nem vagyok benne biztos, hogy az ilyen típusú vezetőt meg lehet tanítani. Felírtam magamnak a leggyakoribb baleseti okokat, és ugye ez megint csak visszavezethető szerintem a viselkedésünkre nagyjából, például a gyorshajtás. Tehát ez is az, hogy ugye siet valaki, és elvileg ez az egyik leggyakoribb baleseti ok, tehát hogy nem szánja rá azt az időt, és gyorsabban megy, nagyobb sebességgel megy. De az elsőbbségadást is ugyanilyennek írják, illetve ami még nagyon fontos, ugye ez a követési távolság, be nem tartása, stb. Igen, nagyon sok a ráfutásos baleset, ami gyakorlatilag a követési távolságra vezethető vissza. Nem tudom, miért kell közel menni egy másik autóhoz. Tehát ha meg akarom előzni, akkor is egy tisztes távolságból, ami mögötte bármikor meg tudjak állni, onnét
másodpercek tört része alatt tudom megelőzni, hogyha egy kicsit hátrább vagyok. Tehát ezt alapvetően nem értem. A gyorshajtással vagyok valahol úgy, hogy a gyorshajtásból, hogyha, bocsánat, magyarul mondom, ésszel hajtanánk gyorsan, mert mi akarunk gyorsabban menni, ugyan a szabály tiltja, ha ésszel megyünk gyorsabban, akkor abból egyenes arányban nem következik be a baleset. De hogyha csak nyomjuk a gázt, például mondok egy példát, számtalan autóban nagyon tökéletes hangtechnika van. És szól az a nagyon jó zene, az ember ösztönösen fölhangosítja a rádiót, és ezáltal a kettő együtt elvesztem a sebességérzésemet, és csak nyomom a gázt, és megyek, és adott pillanatban nem tudok reagálni, hogyha valami elém keveredik. És azt se felejtsen senki, aki gyorsabban akar menni, hogy a veszélyjelző táblákat adott helyeken nem véletlen tették ki, tehát ott bármikor előfordulhat az a veszély, amit kiraktak, és nem biztos, hogyha gyorsan megyek, azt meg tudom oldani. Tehát ha észre megyek gyorsabban, akkor kockáztatom a pénztárcámat, de egyébként nem valószínű, hogy abból baleset lesz, de ha nem, akkor abból bármikor súlyos következményű baleset lehet. Az elsőbségadás részét megint nem értem. Azt azért nem értem, mert elvileg, hogy mikor beül valaki egy autóba, azzal tudomásul vette magáról, hogy én szabályosan szeretnék vezetni, én is, és a másik is haza szeretne érni. És adott szituációkban, kellő körültekintéssel, ha megyek bele, akkor meg tudom adni az elsőbségemet. Még olyan helyeken is, ahol egyébként nehezen belátható útszakasz van. És nem lehetne, ilyen helyzetben főleg nem lehetne. És itt nagyon-nagyon előtérbe kerül a piros lámpa. Hogy van, aki kiszámolja, hát ezen még én átférek. Igen, de ha a keresztúton jövő is kiszámolja, hogy én már indulhatok, holott még nem indulhatna, akkor jön be a gond. Ezért nagyon jó, hogy most már telepítették ezeket a visszaszámlálós lámpákat. Igen, gyakorlatilag én szeretem ezt a dolgot, természetesen ezt is kellő rugalmassággal kell használni, mert nem biztos, hogy minden pillanatban szabad ráhagyatkozni. A beszélgetésünk végén akkor milyen megszívlelendő tanácsaid lennének a közlekedőknek, ne csak autósokat mondjunk szerintem. Igen, mert a közlekedőkben a gyalogosoktól is kezdve mindenki beletartozik. Én csak azt tudom mondani, hogy amikor közlekedek, akkor kellően figyelmesen, fokozott óvatossággal egymástra vigyázva, figyelve tegyük meg az útunkat, és balesetmentesen érjünk haza. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát ehhez már nem is lehet hozzáfűzni semmit, csak az, hogy tényleg vigyázzunk magunkra és egymásra. Köszönöm. Én is köszönöm, minden jót. Nehéz a látássérültek gyalogos közlekedése, erre hívja fel a figyelmet kétfehérvári fiatalember. Bár az akadálymentesítés területén városunk egyre fejlettebb, még mindig van mire odafigyelniük a városlakóknak. A látássérültek számára nem mindig zökkenőmentes a városi közlekedés. Híradónkat Gyarmati Gábor és Györök Márk, két fehér bottal közlekedő fiatalember kereste meg azért, hogy megmutassák, gyalogosként milyen akadályokkal kell nap mint nap megküzdeniük. Az egyik legnagyobb problémát napjainkban a járda közepén hagyott rollerek okozzák. Stábunk elindult hát a városban ilyen eszközöket keresni, hogy szemléltessük a problémát. Nem kellett sokáig menni. A Palotavárosban csak úgy, mint más városrészekben is hevertek rollerek, sőt volt, hogy éppen egyszerre kettőt is hagytak a járdán, melyek éppen riportalanyaink útjába kerültek. Gábor és Márk azt mondják, sokan nem is gondolnak bele a látássérültek helyzetébe, pedig kis odafigyeléssel elkerülhetőek lennének a fájdalmat okozó találkozások. Nagyon nagy segítséget tudnának abban nyújtani, hogyha végeznek a rollerezéssel, akkor nem csak a járdán hagyják, ahol leszállnak róla, hanem megpróbálják eltenni a fűbe, vagy esetleg egy olyan helyre, ha persze mód van rá, ahol a látássérültnek nem akadály és nincsen útba. Ez lenne a legfontosabb, hogy mostanában egyre több problémát okoz, sajnos. A fiatal emberek azt is elmondták híradónknak, hogy bár a városi akadálymentes közlekedés szerintük javuló tendenciát mutat, a rollerek mellett más gond is van. A biciklikkel való parkolással is ugyanaz a baj, hogy valamikor az út közepén támasztják le a biciklit, valamikor a fal mellé támasztják le, de mondjuk olyan helyen, ahol mondjuk háztömbnek a vége van, és ott például egy sarkot kéne megkeresnünk, ahol pontosan be kéne tudnunk tájolni azt, hogy hol van az útkereszteződés, ahol erőre pásztázunk a botunk
útunk végével, és megtaláljuk a patkának a szélét, ahol meg kell állnunk. Tehát így azért ezt nehéz belőni, hogy ott áll meg a biciklis. Erre kéne vigyázni, hogy tényleg egy olyan helyre, félreeső helyre, akár egy olyan helyre tegye le, ahol nincs ez útba az emberek számára. És az embereknél is azt gyakran tapasztaltam, hogy az nem baj, hogy beszélgetnek mondjuk, de ezt mondjuk ne úgy az út közepén tegyék, vagy az út szélén, hogy beállnak mondjuk olyan helyre, ahol a látássérű próbálja a támpontot követni és keresni. Vagy hogyha az ember szól neki, akkor egy kicsit húzódjanak odébb, mert volt már olyan, hogy továbbra is ott beszélgettek, és nem mentek volna odébb. Erre egy picit ügyeljenek, tehát nem baj az, hogyha beszélgetnek, csak ne olyan helyen tegyék ezt, ahol esetleg akadályoztatják a közlekedést. Emellett az is problémát jelent, hogy a lakótelepeken sok helyen nincsenek járdák, ami szintén megnehezíti a közlekedést. De az árkok mentén is vannak hiányosságok. Itt ugyan egy szakaszon van korlát, de az megszűnik, ami rendkívül balesetveszélyes lehet. Ugyanakkor fontos pozitívumot jelent az, hogy a gyalogos átkelőknél egy távirányító használatával a látássérülteket hangos lámpák segítik, és egyre több helyen vakvezető sávos zebrákat, rámpákat alakítottak ki a városban. Bejártuk itt az Iparcikk piac előtt a Cserepes közfelüli oldalán lévő körforgalmat, teljesen jól ki van alakítva, rendesen vakvezető sávos zebrák vannak, illetve a tolókocsival közlekedőknek is meg van oldva, hogy rendes rámpák ki vannak építve, ott, ahol át kell kelni a zebrán, szóval azt tudom mondani, hogy ez itt teljesen jó lett. És még nagyon jó az is, hogy a kereszteződésre egy picit jobbra beljebb lett rakva a zebra, és nem egyből a sarkon kelünk át, hanem egy kicsivel beljebb van rakva az ebra, tehát az autós is észrevesz, hogy kirakod a botot, és esetlegesen át szeretnék kelni. A két fiatal ugyanakkor néhány tanáccsal is szeretné ellátni a fehérváriakat. Hogy tudok segíteni, hogy át tudjam? Hogyha át tudnak, ha megfogom a váladat, az jó, ugye? Nekem jó? Oké, akkor itt köszönöm. Én megyek elől? Igen, itt van. Fontos, hogyha valaki segíteni szeretne a zebrán az átkelésben, a látó személy menjen elől úgy, hogy a látássérült megfogja a vállát, a patka előtt pedig célszerű lassítani és felhívni a figyelmet az akadályra. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, közlekedjünk óvatosan és figyeljünk oda jobban egymásra. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.